Jasno? Az anyák napjai videót az valójában 2022 anyák napján csináltam, azt a 40-et, az pedig a másfél órás előtt. A BS videó címűt azt meg nem tudom, mikor csináltam, de az a lényeg, hogy mind a három ilyen privát volt. És azt hittem úgy van, hogyha szerkeztem, hogy ne legyen privát, akkor megjelenik abban az időpontban. De nem akkor jelent meg úgy, hogy akkor raktam fel, hanem úgy, hogy most raktam fel. Pedig nem most raktam fel, privátban már régebb óta fenn volt, de mindegy. Mapmaker. Igen. Menjünk rá, mondjuk, az ugrik, na, legyen ez, editáljunk egy kicsikét, ez egy ilyen map, igen, na, quit. Legyen, akkor próbáljuk ki ezt Friendly Battle-ben. Frank-el szoktam. Mert neki van a legtöbb HP-ja. És a Star Power az meg nem Power Grab, hanem Sponge. És meg ez. Innen pedig nem az erő, hanem a heels, meg a pajzs. Ez egy duo map. Már az egyik videóban szerintem bemutattam, mert a neve az gyönyörű, szép. Akkor az a lényeg most, hogy ilyen gyorsító effekt van a napon. Tehát jövünk. Na, bemutatom a map lényegét. Megyünk a Power Cube-okhoz. Ez elég, de könnyű. Igen, most elcsesszem. Na, igen. Ugrunk tovább. Ez egy ilyen kis rövidítés. Itt nem tudom, itt ki szokott lenni szedve pár box, mert ide éled. Nek az emberek, a botok, és ők egyből így kiszedik, szóval nekik ez így van. Hova visz ez? Hol itt vannak a klubok? Ki lehet szedni, és aztán meg menni a dolgodra. Mert úgy van megoldva, hogy éppen jövök. Akkor itt vissza tudsz jönni. És itt végig van még helyed. Ki lehetne ugrani, de most ezt elcsesztem. Itt halok meg, és a többiek is ott meghaltak. Na, egy kicsit editelni is akarok a napon. Ez így nem teljesen döfi. Tehát úgy, hogy például, és itt ez a rész, és ide fentre is el lehet jutni. Akkor itt úgy van, hogy ha erre jössz, akkor itt külön van utad, viszont még hogyha itt erre jössz, akkor itt még vissza tudsz ugrani. Na, itt jössz erre, itt egy kis gyorsító, akkor itt van egy ilyen rész, akkor itt de muszáj leraknom egy jump-edet.
akkor így, ja. Tehát itt úgy van, hogy érkezel, ez itt túldob, visszajössz a teleporttal, aztán ugrasz itt, erre, itt mindenfele ugrasz, de hogyha erre fele, akkor itt így erre jössz. Szóval save, és quit, és akkor próbáljuk így. Úristen, csak töltsön be. Na jó, egy nagyon rossz kezdő pozíciót kaptunk. Tényleg nem lehet kimenni konkrétan. Tehát ez az a hely, ahol így ennyi a játék értelme. Végül ki lehet ugrálgatni. Na és így dob vissza. Itt ezen a lapon így volt egyértelműen. Jó. Pokó az mindjárt megdöglik. Nagyon jó. És végre is az egésznek. Szerintem játszom még egyet, mert most az, hogy olyan helyre spawnolunk, az nem a mi hibánk. Nézzük. Megint olyan helyre spawnoltam, azt nem hiszem el. Harmadik utoljára. Jó, ez az a legjobb hely. Box gyűjtési szempontból. Az írja, az jön. Ezt jól elnyomtam. Gyere erre. Jó. Most arra. Ja igen, most vagyok itt. Amiről ugye beszéltem nektek. Szerencsére egy Eva társam. Jó, nem jó. Heal pad. Az a baj, hogy a füst az nem csak ezret sebez most már. Juicy, mekkora nagy. Teleport genyó, menjünk át a sárga teleport genyóval, és félje. Na jó, kékszelek mindenkit. Hát igen. De mi? Ez így olyan rossz. Pont arra a helyre spórolt, ahol akkor megnyitunk még egy csapatot. Mindjárt kezdődik a meccsem. Mint ez itt a map közepe. Csóri gyerek. Leromboljuk a pályát.
Na, egész jó ez a map. Kicsit kell rajta editeljek, de most térjünk át egy Ugrik nevezetű mapra. Ezt is fogjuk nézni. Ez a map. Ez igen, kicsit érdekes. De szerintem tök jó. Egyébként csak nagyon bush. Nagyon bushos. De tényleg szerintem a spáját csináljuk tovább. És hát egy valamit nem tetszik, de itt a pálya közepe, ami konkrétan már itt a konkrétan a pálya színe. Hát úgy ez a pálya közepe máshonnan nézve, ez a piros teleport. Vagy ez itt. Na, aki itt éred, az instant meghal, de azért nem azt akarom, hogy instant haljon meg. Szóval itt építek ki egy kis utat. Itt szedek ki ilyen bokor elemeket, és mi ez? Viszont akkor ide rakok szúrót. Helye a ped. A végére rakok hírpedeket. Hagyjál már, hát ezt nem lehet. Hú, na ez a három. És akkor már így rakom. Hogy már az ezért szenvedjen, aki itt van. Itt az a lényeg, hogy az ember, aki itt van, minél lassabban jusson el. Szóval itt egy kicsit sétálnia is kell majd. Innen ugrik, és akkor itt meg egy ilyen nagyon lassú szakasz lesz. Így. És akkor hol kell még itt sétálni? Mondjuk gyorsan. Így, és akkor srácok, szerintem le is zárnám ezt a részt, mert elég lesz ez. Leszíveljük, hogy biztos meglegyen, és akkor a következő videóban a Mészinti Mapmakeres lesz, abban találkozunk, és sziasztok!